megvan az esélye a túlélésre annak az asszonynak, akinél súlyos hibát vétettek kezelése során a Szigetvári kórházban. Amint arról híradunk, beszámolt, az operáció végén a feltárt területet nem sóoldattal, hanem egy erős fertőtlenítővel mosta át a személyzet. A műhiba miatt az asszony maradandó szervi és lelki sérüléseket szenvedett. Befesztek egy műtétre, azt mondja, hogy meghalok. Emberi felelőtlenség. Én most nem tudok mondani. Mondja a szomszéd, aki jól ismeri a 42 éves asszonyt, akit néhány napja itt a Szigetvári kórházban operáltak. A műtét végén a feltárt szakaszt nem sóoldattal, hanem fertőtlenítővel mosták át. Úgy tudjuk, hogy a beavatkozást nem a központi, hanem az úgynevezett kisműtőben végezték el. Ide nem akarták levinni a 8 literes fertőtlenítős flakont, ezért ebből egy keveset egy üvegbe öntöttek, és nem írták rá, hogy mi is van valójában benne, és ez keveredett a soldatok közé. Ezeket az aldehid fertőtlenítő szereket általában a műtők fertőtlenítésére és a műtéti eszközök sterilizálásánál szokták használni. A szakorvos szerint, ha ténylegesen túl van az életveszélyen a beteg, akkor bizony hosszú felépülés vár rá. Gyulladás vagy rosszabb esetben tájog alakulhat ki a szervezetében. A gyógyulási folyamat, a gyógyulási időtartam ez nagyban függ ezektől az elváltozásoktól, hogy milyen szervet, milyen mértékben érintett, és az akutan kialakuló szövődmények mennyire vették igénybe a szervezetet, és milyen beavatkozásokat kellett ahhoz végezni, hogy, hogy a gyógyulási folyamat meginduljon. A pszichológus szerint is hosszú folyamat lesz a gyógyulás, nem csak testileg, de lelkileg is. Minden krónikus állapot esetén talán a legfájdalmasabb, a legnehezebb dolog annak elfogadása, hogy valaki elveszti a kontrollt a saját élete fölött, és már soha többet nem lesz ugyanaz. Az az élete, mint korábban. Ebben az esetben még különösen is nehézé teszi ezt a helyzetet, hogy egy véletlenül bekövetkezett esetről van szó, ami elkerülhető lett volna. A híradónk által megkérdezett ügyvéd szerint kártérítésre, illetve sérelendíjra lesz jogosult a beteg. Figyelem arra, hogy intézményi keretek között történt az ő ellátása és felelősség megállapítására kerül a sor, akkor természetesen az intézménnyel szemben, nevezetesen a kórházzal szemben kártérítés, illetőleg sérelendíj megfizetése Ránt, igen elő. Kerestük a kórházat, akik elismerték, hogy történt náluk ilyen eset, és azt is, hogy vizsgálat indult az intézményben. A rendőrség továbbra is ismeretlen tettes ellen nyomoz, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.